moldvai dallamok a népzene tanszakos diákoktól és tanáruktól. Ebben a faluban kis házakat építettek. A kis házakra kis ajtókat tettek. A menyasszonyt egy másik faluból hozták. Elindult a napszismeret, ment a nagy, magas menyasszonya. Oda is értek a kicsi házhoz, de a magasnál nem fért be az ajtón. Részlet a Pletykás falu című előadásból Jóka és diákoktól. És néptánc színesítette a sajtótájékoztatót szerda délelőtt a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolában. 1600 tanulónk van, nem csak Nyíregyházán természetesen, hanem vidéki környező kis településeken. Nagyon örülünk neki, hogy a színvonalas művészetoktatást el tudjuk juttatni a hátrányos helyzetű gyerekekhez is, azáltal, hogy utazó tanárok viszik a lehetőséget a gyerekekhez. Gyakorlatilag reméljük, hogy ez a létszám megmarad, sőt bővül, hogyha ha nagyobb igény van, megpróbálunk felkészülni rá, és megfelelő módon ellátni ezt a feladatot. Úgyhogy elég széles körű a tevékenységünk, a népzene, a színjáték, a képzőművészet és a néptánc. Ez a négy fő képzési területünk, amire várjuk az érdeklődő gyerekeket. Ráadásul szeptember 1-től a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola már a Nyíregyháza Városi Református Egyház község fenntartása alá tartozik. Ez a változás azonban nem jelent plusz terhet sem az intézmény pedagógusainak, sem az itt tanuló gyerekeknek. Hiszen a tantervet központilag határozzák meg, a változás legfeljebb annyi lesz, hogy a keresztény értékrend erőteljesebben jelenik meg az intézményben, mint korábban. Ez többlet terhet nem jelent, hanem inkább azt mondom, hogy a gondolkodás spektrumát szélesítjük vagy mélyítjük, megértetve gyermekekkel, pedagógusokkal az, hogy a teremtett világban az ember hogyan foglalhat helyet, és hogyan őrizheti meg azt a kincset, amit az Isten a teremtés és a megváltás eseményében átadott, és ezzel csak boldogabbak lesznek, és jobban fognak perdülni a táncosok. Ez a változás új kapcsolatrendszert és új lehetőségeket is jelent, legyen szó előadásokról, fesztiválokról vagy versenyekről. Ráadásul az iskola idén ünnepli 25. születésnapját, így már erre is készülnek mind a diákok, mind a tanárok.